Kellemes szép estét kívánok mindenkinek, köszöntöm a lelátó nézőit. Februári sportmagazinunkban három anyaggal készültünk önöknek. Elsőként az idei sportbáról készült tudósításunkat láthatják, hiszen február közepén ismét együtt ünnepelték a tavalyi év sikereit a bajai sportegyesületek. Radnóti Miklós a tavaly kimaradt esztendőt követően ismét belevágott a szervezésbe, és az egyik bajai étterembe hívta össze a sportolókat, sportvezetőket. Ünneplőbe öltöztek pénteken este a bajai sportélet szereplői, csinos hölgyekkel és elegáns urakkal telt meg az étterem. Radnóti Miklós köszöntőjében elmondta, nagyon örül annak, hogy a tavalyi szünetet követően az idén ismét megrendezhette a sportbált. Az este díjkiosztóval kezdődött, a 2016-os eredmények alapján vehettek át elismeréseket a sportolók és edzőik. Én a legszívesebben a világbajnokságra emlékszem vissza. Nekem egy hatalmas élmény volt, mert most együtt tartották az U23-as és a felnőtt világbajnokságot is az olimpia miatt. Nekem az olimpiai reménységek versenye tetszett a legjobban. A mostani díj, mondhatjuk, hogy ösztönzés 2017-re, hogy a mostani nehéz hetekben, hónapokban elvégezzétek a megfelelő munkát? Igen. Természetesen. Én most lépni fogok ugye egy korosztály, de minden tőlem telhetőt megteszek, hogy sikeres évet zárjak. Az idei évben az egyesületek saját berkeiken belül jelölhettek díjazottakat, így majd minden bajai klub delegált versenyzőket, edzőket az eseményre. Sokszor ért az a minimális kritika, hogy nehéz ugye kategóriákba sorolni, ugye itt és ez alapján díjazni az elért eredményeket. Én most megmutattam egy másik alternatívát, és várom a kritikusokat, hogy elmondják a véleményeiket, most már van összehasonlítás, hogy melyik út járható, és azt gondolom, hogy jövőre vagy visszatérhetünk, vagy maradhatunk ezen az úton. Ki mondtad a kulcs szót, jövőre sportbál? Nekem ez a szívemhez nőtt ez a feladat és ez a rendezvény. 10 éve kezdtem, viszont a kimaradt rendezvény és év miatt csak jövőre lesz a 10., amit mindenképpen szeretnénk, hogyha megrendezésre kerülne. A vízilabdázók több díjat is átvehettek az este során, játékos, edző és az egyik utánpótlás csapat is kapott elismerést. Nagyon örülök, hogy a bajai embereknek igénye van a vízilabdára, és hogy ez a bajai emberek el is ismerik, hogyha valamiféle fejlődés történik a városban, valamilyen sportban, legyen az vízilabda, a labdarúgás, akármi más sportág. Gyakorlatilag a nulláról kezdték Réfi Zoliék ugye néhány évvel ezelőtt a vízilabda felépítését. Hol tartunk ebben a folyamatban? Mikor lesz egy jó teltházas meccs mondjuk ott a sportuszodában? Hát reméljük minél hamarabb, most ott tartunk, hogy egyelőre a gyerekek oda a csábításra az uszodába már megtörtént, megemeltük egy picit a létszámot, ami eddig 20 körül volt, most már 50 körül van, és remélem, hogy ezt a tendenciát tudjuk folytatni a jövőben is. Hogy egyre érettebb csapattá válnak, és azért jönnek le az úszodába, hogy szeretik egymást, és végül is ez egy egyéni elismerés, az mindig tehát az egyéni elismerés mögött mindig a csapat is ott van. Én úgy gondolom, hogy mi így neveljük a gyerekeinket, hogy ezt így értékeljék, hogy ne csak az, hogy ő valamilyen jó teljesítményt ért el, hanem a többiek mögötte vannak, tehát ez mindenkié ez az egyéni elismerés. A díjátadón egy külön díjat is átadtak. Kovács Kokó Gábor több területen is maradandót alkotott az elmúlt évtizedek során, joggal ítélték neki az elismerést. Tettem a dolgom, most az a habitus, amit végigvittem a sportba, a sikerek és kudarcok analízise révén, ezt mind beépítettem ebbe a repertoárba, amit az edzői pályafutás, illetve a versenyzői pályafutásomból elítettem, és később átadok a tanítványoknak. Az alapsportágam ugye az ökölvívás volt, és a kickboxba, thaiboxba értem el a legnagyobb sikereket. Én azt gondolom, hogy a sport az egy gyógyszer. Ez egy akkora gyógyszer, amit át kell adni a szó alkalmazott pszichológiai értelmében, és ezt a habitus, meg ezt, amit kedves mindenki, kedves vendégeink! Amit kaptam a sporttól, azt most igyekszem visszaadni, mind a tanítványoknak, mind az edzőknek, hiszen edzők is járnak hozzám. Természetesen a külön díja a jutalmazott sportembernek is megvannak a maga legkedvesebb emlékei. Könnyű dolgom volt, mert mindegyik sportballás, az ökölvívás, vagy a funkcionális edzés, vagy a kickboxba, thaiboxba összevegyítettem mindent. Tehát azt a kevert, úgynevezett harcművészeti ágakat, vagy kevert mozgáskultúrát belevittem, és azt a sikerek kudarcok analízisét ismétlem önmagam, ezt belevittem ebbe a habitusba, ebbe a stílusba,
és határozott személyiségeket faragok. Nem biztos, hogy versenysportolókkal foglalkozom, lehet ott hobbi, szabadidős sportoló, de tehát belevíve ezt a tényleg ezt a habitust, idézőjelben a társadalom hasznos tagjával nevelem azokat a fiatalokat, akiknek szükség van testek lelkileg az épülésre, hiszen tudjuk, milyen a mai fiatalság, tisztelt a kivétel. A bál során több ember is tolmácsolta véleményét Radnóti Miklós irányába, miszerint nagyon örülnek annak, hogy a Berecki testnevelője az idén ismét belevágott a szervezésbe. Nagyon nagy öröm Bajaváros önkormányzatának is, hogy ennyi sportoló van Baján, ennyi sportegyesület. Egy kicsit nehéz szívvel mondom, mert hát természetesen a finanszírozásban az önkormányzat szeretne részt venni nagyobb súllyal, de hát a sok sportegyesület, a sok sportolni vágyó az mindenféleképp egy dicséretes és nagyon jó dolog a városnak. És hát, hogy ilyenkor báli szezonban összejönnek és együtt ünnepelnek kicsit a mindennapi nehéz sport teljesítmények mellett kikapcsolódnak, barátkoznak, az meg szintén a városnak is öröm, egy polgármesternek is öröm, és megtiszteltetés, hogy itt lehet. Én azt gondolom, igen, hogyha körbenézünk, akkor mindenképpen elégedettek lehetünk, hiszen ez nem az én érdemem, a bajai sportot ünnepeljük, és több mint 250-en vagyunk itt jelen. Nagyon örülök, ugye, aki ismer, tudja, hogy nagyon sok mindent rendezek a városban, de talán ez az egyik legfontosabb rendezvény, hiszen ez tényleg a bajai sportról szól, az elért eredményekről, a sportsikerekről, és örülök, hogy ennyien össze eljöttünk. 2016 kiemelkedő év volt a bajai sportéletben. Négy sportolónk is részt vehetett a riói olimpián, illetve paralimpián, azonban nem csak az olimpikonok alkottak maradandót a tavalyi esztendőben. A díjátadót követően a sportolóink alaposan megtömték a gyomrukat, majd kezdetét vette a mulatozás. A leglelkesebbek hajnali 3 óra után indultak csak haza, egy emlékezetes estét követően. Hétvégén útjára indul a labda, megkezdődnek a labdarúgó bajnokságok tavaszi szezonjai. A megyei első osztályban érdekelt bajai jelese január közepe óta készül a folytatásra, kezdetben rossz, majd egyre jobb körülmények között. Stábunk a keddi edzésen látogatta meg a labdarúgókat. Jó hangulatban melegítettek a keddesti edzés kezdetén a BL-es labdarúgói. A keretben minimális változás történt az őszhöz képest, 3 labdarúgóval erősödött Evanics Zoltán csapata. Glavatics Milán hosszú szünetet követően tért vissza a Vasváriba, Sibinger Dávid és Pintér Roland pedig egyaránt fél év kitérőt követően húz ismét kék-sárga szerelést. Zolibá felkeresett, mert én kalocsán játszottam eddig, és Zolibá felkeresett a télen, és így jött a lehetőség, hogy visszajöjjek. Milyenek a tapasztalatai? Néhány hete ugye már együtt készülsz a BL-es keretével, milyen közegbe csöppentél? Hát szerintem nagyon jó. Tehát én abban ilyen közegbe is mentem el, és most is ilyen beérkeztem vissza, úgyhogy nekem teljesen megfelelő. Sok az ismerős, úgyhogy minden adott. Játékerőt nézve milyen BL-esére számíthatunk tavasszal? Némi mozgás volt ugye rajtad kívül még a keretben a téli szezonban. Erősödtünk, vagy hasonló lesz a keret, mint az ősszel volt? Hát szerintem erősödtünk is, de szerintem jó idényt fogunk zárni így a szezon végére. A munkát mennyire tudtátok elvégezni januárban? Ugye nem éppen ideálisak voltak a feltételek éppen ezen a pályán, ahol beszélgetünk. Igen, hát a hó miatt nem igazán sikerültek úgy a dolgok. Nekem is hiányos egy kicsit az alapozásom, mert iskolába jártam még, és most fogom teljes értékűen megkezdeni az alapozást minden, tehát eddig csak meccseken voltam. Evanics Zoltán január közepe óta vezényel edzéseket a keretnek. Az első 3 hétben meg volt kötve a szakember keze, hiszen a havas, jeges, műfüves pályát nem használhatták labdarúgóink. A február viszont már remek körülmények között telt, ami az elvégzett munka minőségén is meglátszott. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak jó körülményei azért helyreállították azt a rendetlenséget, ami itt volt az első 3 hétben. Hát azt hiszem, hogy nyugodtan várhatjuk a bajnokságot, amennyire rosszul indult, olyan jól fejeződött be a fölkészülés. Időjárás kegyeibe fogadott minket, úgyhogy én azt hiszem, hogy elvégeztük azt a formába hozó részét a munkának, amivel egy jó startot tudunk venni. Mennyire alakult úgy a keretbeli mozgás, amennyire szeretted volna?
Hát én úgy gondolom, hogy teljesen jól alakult, hiszen saját nevelésű játékosok visszatértek, és ez mindig jó érzés, mindig egy stabilitást jelent a csapatnak, ha olyan jön vissza, aki itt neveledett. A Schibinger ugye fél év után visszatért, nagyon örülünk, hogy a Dávid is így döntött. A Pintér Roli, aki szintén saját nevelésű, másfél évet játszott Kalocsán, szerintem erősödött, és úgy tér vissza, hogy alapemberré válhat, és a Glavatit Milán van még, aki ugye a rutinos játékosok közé tartozik, ő nála meglátjuk, hogy a sérülése hogy alakul, és hogy mikor fog olyan szintre jutni erőnlétileg, és illetve játékban, hogy hasznára tud lenni a csapatnak. A felkészülési mérkőzéseken nagyon gólerős játékot mutatott a BLS-e, igaz, több esetben szerény képességű ellenféllel találkoztak a mieink. Erre mondják az edzők, hogy jó kell megválasztani az ellenfeleket. Hát Tolna megyei élcsapatokat hoztunk ellenfélként, mivel ők azért közel vannak, és szívesen jönnek hozzánk ellenünk játszani, tudják, hogy egy kulturált jó futballt játszó csapat vagyunk a magunk szintjén. És úgy gondolom, hogy ez a keret ez arra képes, hogy egy élvezetes, ötletes támadó játékot, támadó futballt játszon. Hát ebből bemutattunk egy-két szép dolgot, gyönyörű gólokat lőttünk, szép akciókat vezettünk, viszont az is előjött, hogy volt olyan meccs, amikor csináltuk ugyanazokat a hibákat védekezésben, amiket én már úgy gondoltam, hogy kinőttünk. Az igazi erőpróba majd most vasárnap jön el, amikor is az első tavaszi fordulóban Keczerre látogatnak labdarúgóink. Én úgy gondolom, hogy a papírforma alapján esélyesként megyünk oda. Én azt szeretném, hogyha úgy is futballoznánk. Az biztos, hogy a körülmények azért kicsit előnyt adnak a hazai csapatnak. Gondolok itt a pályára, hiszen itt azért a műfős pályán nagyon jó talajon tudtunk élvezetesen futballozni. Arra számítani kell, hogy ingyen nem adnak egy pontot, se nem adják ingyen a győzelmet, meg kell küzdenünk érte, de úgy gondolom, hogy arra is fel vagyunk készülve. A mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik Keczelem. Maradjunk továbbra is labdarúgásnál, hiszen fontos események történtek az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban a sportágban. Az MLS teljes egészében átszervezte az utánpótlás képzést, A központokat, A központokat hozott létre, és az egyik ilyen A központi teendőkkel a labdarúgás utánpótlásáért alapítványt bízta meg. Erről az új feladatról beszélgetünk Nagy Györggyel, az alapítvány elnökével, valamint Goretics Krisztiánnal, szakmai vezetővel. Uraim, köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Elnök úr, tényleg hetek, hónapok óta Baján is ez állandó beszédtéma volt futballberkeken belül, hogy kikapja Baján az alközponti feladatokat. Hogyan fogadtátok végül a kedvező elbírálást? Hát sok éves szakmai és odaadó munka gyerekekért tett, a gyerekekért végzett munka alapján. Nagy örömünkre szolgált, hogy minket választotta az MLS, és felkértek bennünket, és el is fogadtuk az A központi lehetőséget. Egyfajta visszaigazolás ez valóban az eddig elvégzett munkával kapcsolatban, egyfajta értékelés is? Én úgy gondolom, hogy igen, mivel amikor mi átvettük a szakmai vezetéssel egyetembe az alapítványt, akkor azért nulláról kellett fölhozni ezt az egészet, és ahhoz képest megerősödött az alapítvány anyagilag is, gyermeklétszámban, igazolt játékosba. Itt Baja és környékének a legnagyobb utánpótlásnevelési képzését tudtuk létrehozni, és a szakma az pedig maximálisan hozzátette a mai időknek megfelelő lendületet és elvárásokat. Krisztián, mielőtt részletesebben belemegyünk ugye a feladatokba és a napi teendőkbe, kicsit tegyük tisztába a dolgokat. Azt gondolom, hogy még nagyon új azok a fogalmak, amiket itt az elején említettem. Nagyon sok szurkoló valóban csak hallott ezekről, és nem igazán tudja, hogy mi van ennek a hátterében. Mit jelent egy A központ, mit jelent egy A központ, hogy épül fel ez az újfajta rendszer, amit az MLS bevezetett? A Magyar Labdarúgó Szövetség sok éves felmérésének következtetéseképpen létrehozott egy új utánpótlás képzési vonalat, ugye Bernstork igazgató úrnak a közreműködésével egy német, svájci, osztrák mintát próbálnak Magyarországon meghonosítani, hogy a Magyarországot 12 régióra osztották föl, 12 régióra alá fog tartozni
5-6 alközpont, és az alközpont alá fog tartozni a többi utánpótlás nevelő egyesület. Pont az miatt, hogy az akadémiáknak az elvárt sikerét, illetve az utánpótlás nevelésbe betöltött szerepe nem úgy sikerült az elmúlt években, hogy várták volna, ugyanúgy az akadémiai képzés is megmarad, csak egy régiós képzésre szeretnék a nagyobb hangsúlyt átrakni, illetve az, hogy a 12 régióban ugyanaz a képzés kerüljön. Ebben azt szeretnék elérni, hogy a Békés Csabai gyerek ne menjen el Győrbe, a győri gyerek ne menjen el Békés Csabára, vagy Debrecenből Zalaegerszegbe, maradjon mindenki a régió, illetve ne szakadjon ki a környezetéből. Ennek következtetéseképpen lehet, hogy lendületesebb, folyamatosabb lesz a fejlődése. A régiós központokba 14 éves kor után kell feladni a tehetséges gyerekeket, és ezekkel a gyerekekkel fog a régiós központ egy régiós válogatottként az első osztály bajnokságba szerepelni. A létszámot még nem döntötték el, és azt se döntötték el, hogy legyen kiesés a régiós központ versenybe, vagy ne legyen. Ugye a beszélgetés előtt néhány szóban már említettük a változásokat, talán az a legjobb, hogyha azt mondjuk, hogy egységesítve lett a szakmai munka? Az biztos, hogy egységesítve lett a szakmai munka, arra szeretnének törekedni, hogy a szakmai munka mindegyik központban ugyanaz legyen, tehát a mai kornak megfelelően egy labdaügyes, játékhelyzeteket jó megoldó, kreatív, gyors gondolkodású és gyors technikai, illetve futógyorsággal megáldott labdarúgókat képezzünk, ugye? Illetve azok a gyerekek, akik ezekbe a régiós központokba bekerülnek, a C, illetve a B, illetve az A központokba ugyanazt a munkát kapják meg, és a régiós központban könnyebb legyen a beilleszkedésük. Jelen pillanatban a mi régiónknak ugye a régiós központja az Kecskemét lesz. Kecskemét a kelet-magyarországi régióhoz fog tartozni. Itt régiós központ lesz a Diósgyőr, régiós központ lesz a Békés Csaba, Debrecen, Kecskemét, Nyíregyháza, és valószínűleg a Szolnok vagy a Szeged. Ők egy külön U11-es, U13-as bajnokságba fognak Bozsik rendszerbe szerepelni. Az alájuk tartozó kecskeméti központhoz tartozó alközpontok lett a Szeged, a Szolnok, Cegléd, Kiskunhalas, Baja, illetve Kecskemét. Ők egy külön bajnokságban fognak szerepelni, itt is U11, U13, az alattuk lévő összes csapat az alközponti bajnokságban fog szerepelni U11, U13-as szinten. A bajai alközpontnak a szakmai munkáját, illetve a felügyeletét a labdarúgás utánpótlási alapítvány fogja ellátni. Ehhez a központhoz tartozik majd a Jánoshalmi körzet, a Kiskunhalasi körzet, illetve a bajai körzet. Mit jelent a mindennapi munkátok során ez szakmai változásban? Miben más a munkátok? Kérdezem, miben több a munkátok mostantól, hogy alközpont lettetek? Abban lett több a munkánk, hogy amit a Gyuri is mondott, hogy az MLS irányelvének megfelelően több éven keresztül fölépítettünk egy korszerű utánpótlás nevelést. Ezt díjazta, illetve részesítette előnybe az MLS, és ezt a munkát kell átültetni majd a Jánoshalmi körzetbe, illetve a Kiskunhalasi körzet, vagy a Kalocsai körzetbe. Az itt meglévő tehetséges gyerekeket, U11, U12, U13-as gyerekeket, ha lehetséges, egy alközponti válogatott edzésre, illetve bajnoki csapatba kell áthozni őket, és ezek az alközponti csapatok fognak majd egymással mérkőzéseket játszani, illetve az MLS-nek a szakemberei itt tudnak fölfigyelni azokra a tehetséges gyerekekre, akik később a magyar labdarúgásnak a hasznára lehetnek. Ez függ majd ugye a gyerekek fejlődésétől, függ a környezettől, függ a szakmai munkától, és ugye a régiós központnak a kiválasztásától is fog függni. Azért is támogatta az MLS ezeket a régiós központokat, mert nem biztos, hogy régen jó volt, hogy minden egyes gyereket az akadémiák bevontak az ő munkájuk alá, és lehet, hogy rossz döntéseket, rossz kiválasztási módszerek alapján rengeteg gyereket elvittek ezekből az alközpontokból, illetve a térségből. Most, amit az MLS bevezetett nyáron, ugye amiről kevesen tudnak, a gyerekek költségtérítése, nevelési költségtérítése pont már ezt a célt szolgálja, ugye a gyerekek régión belül, ugye kecskeméti régión belül igazolnak, akkor egy kedvezményezett összegért mehetnek, de viszont a régión kívül szeretnének menni egy Ferencvároshoz, egy Puskás Akadémiához, annak a pénznek a 4-5-szörösét kell az akadémiának, illetve az egyesületnek kifizetni. Tehát pont ez a költségtérítéssel azt szerették volna elérni, vagy azt szeretnék elérni az egyesületeknél, hogy igenis gondolják meg, hogy melyik tehetséget viszik el, hova viszik el,
és nem biztos, hogy mindegyik gyereket ki kell venni saját környezetéből, mert ebbe a környezetbe is tud fejlődni. Elnök úr, az új feladatok egyfajta újabb felelősséget tesznek az alapítvány vezetésének a vállára, komolyabb gazdasági történettel is kell számolni és dolgozni nap mint nap. Érzik már ennek a súlyát? Elkezdtük érezni ennek a súlyát. Ezzel kapcsolatban fogunk minden együttműködő egyesülettel fölvenni kapcsolatot, megbeszélni a lehetőségeket. A minőségi munka az, mint ahogy eddig is volt, folyamatosan anyagi háttérhez is, vagy anyagi hátteret is kell biztosítani ahhoz, hogy még tovább tudjunk fejlődni. Itt az alközponti rendszerben infrastruktúra fejlesztéseket kell véghez vinni, sportorvosokkal kell leszerződni, kondicionáló tervet kell építeni, rehabilitációs termet. Tehát nagyon-nagyon sok feladat és munka fog ránk hárulni, és egyértelműen a kérdésre visszatérve, ezt anyagi háttérrel is kell tudnunk biztosítani. Gondolom a TAO-s juttatások, a TAO-s pályázatok azért továbbra is döntő segítség lehet ebben az ügyben. A TAO-s támogatások azok feltétlenül nagy mérték fogják a munkánkat támogatni anyagilag, de MLSZ-es támogatások és egyéb támogatások is már fognak jönni így az alközponti rendszerben. Krisztián, ugye nem titkoltan az alapítvány a BLS-ével futott egyfajta versenyt az alközponti feladatok ellátását illetően. Voltak olyan hangok, akik azt mondták, hogy ez a BLS-e végét jelenti, illetve olyan hangok is bizony voltak, hogy ezt az alapítvány nem is bánná, hogyha a BLS-ének vége lenne. Hogy álltok valójában, mennyire tudtok együtt dolgozni, akár a BLS-ével, nyilván ez a fő kérdés, de akár mondhatom a többi egyesületet is a jövőben. Mi minden egyesülettel ugyanúgy fogunk dolgozni, tehát ránk is az MLS egy szakmai kód, a szakmai előírás fog ránk, vagy elénk tenni a Kecskeméti Labdarúgó Akadémián keresztül. Az ő szakmai munkájukat kell nekünk átnézni, és az ő munkájukhoz hasonlóan nekünk is egy szakmai munkát, szakmai tervet ki kell dolgozni, mert az ő munkájukhoz illeszkedik, és ezt a szakmai munkát kell az összes egyesületnek velünk együtt, és most hangsúlyozom, közösen megoldani, és közösen a magyar labdarúgásért dolgozni. Most ezt a szakmai iránymutatást, a pálcát magyarul mondva mi kaptuk meg, tehát rajtunk keresztül próbálja a Magyar Labdarúgó Szövetség itt a Dél-Bácskai térségbe is az ő irányelveit, illetve a labdarúgásnak a fejlesztését elérni. Szigorúbbak lesztek az edzőitekkel a jövőben az alközponti szerepkör tudatában? Hogy álltok a szakemberekkel? Biztos, hogy szigorúbbak leszünk. Az biztos, hogy Magyarországon most a TAO-n keresztül rengeteg pénz áramlott be különböző sportágakba, legfőképpen a labdarúgásba. Rengeteg új eszköz, rengeteg pálya, rengeteg új lehetőség van a gyerekek előtt, hogy korszerű labdarúgók legyenek, mai európai futballnak megfelelő kreatív játékosok legyenek. De még én mindig azt mondom, hogy óriási erőlépés lesz mindenféleképpen, egy közös szakmai munka, és azoknak az edzőknek a megtalálása, akik szeretnének is magyar labdarúgásért tenni. Én eddig azt vettem észre, hogy sok volt eddig a megmondó ember, és kevés volt az, aki tenni is akart a magyar labdarúgásért. Tehát fontos a jó szakember, és kellenek is az alközpönti, illetve a magyar labdarúgásához közel álló jó szakemberek. Elnök úr, egyetért az elhangzottakkal? Egyetértek. Az alapítvány soha nem foglalkozott senkivel, a saját szakmai munkáját követte. Én annyit tudok még kiegészítésképp hozzátenni ehhez, hogy az edzőink fele eddig is magas elvárások voltak. Most valószínűleg egyre magasabb elvárások lesznek, de minőségileg az alapítványnál dolgozó edzők szerintem kiválóan végezték mindannyian a munkájukat. És az MLSZ előírás, ahogy itt említettétek is már, le lesz írva, hogy mit kell az alapítványnak megkövetelni. Mi ezt maradéktalanul ellenőrizni is fogjuk, és meg is fogjuk követelni. És várhatóan akkor még jobb
minőségi munkát fogunk tudni elvégezni, és ez mind egyértelműen a gyerekeknek az érdekében történik. Elnök úr, még egy dolog biztosan kell, azt gondolom, a sikeres munkához a megfelelő infrastruktúrális háttér biztosítása. Ezen a téren hogy állnak, mennyire állnak ezek a dolgok rendelkezésre? Ezek a dolgok is nagyon jól állnak. Baja város maximálisan az alapítvány mögé állt, és támogat bennünket mindenben, tehát az infrastruktúrális beruházások is szerintem 100%-osan meg fognak valósulni. Uraim, köszönöm szépen a beszélgetést, eredményes munkát kívánok a következőt. Köszönjük szépen. Nézőknek pedig köszönöm, hogy a sportmagazinunkat választották, legközelebb is találkozhatunk. Viszontlátásra!